Na, szóval éjfél egy gulyás, egy ungarise gulyáse, a körtés kis kertekbe szombatáján. Hát nekem már nagyon csodag a nyálom. Beletettünk minden fűszert, a lelkünket, a szívünket. Ja, így az, hogy nem kell komolyan minden. Ja, a kanalad, az is. Azt már meg kell keresni, igen. És akkor bemutatnám a szakácsainkat. Tiborunk. Én csak pucultam. Ferink. Mindig pucultam. Igen. Hát más nem. De még mindig föl a gulyás a kanállal. De állítólag hát, hogy még sincs benne kanál, nem tudom. Csak megnézzük, hogy a többiek mit csinálnak. Hát a többiek azok csak ünnek a háznak. Na mindegy, egy a lényeg, minden fel van. Ásva, rendezve. Tico Pello! Igen, Ferenc jól érzi magát. Valaki azért figyel a gulyásra is, látjuk, igen. Na, hát a kupi ez nálam van. És megint kifogtuk a jó időt. Hát ez egyértelmű. Igen, nagyon szép az idő. Mi akár ránsz, hogy csak kijövünk itt, csak jó idő lehet. Igen. Ez rendelésre jött. Szóval megnézzük a gulyás esetleg mi főtt. Hozzáengednek. Hát, hát Tiborok, Tibora már, nem, már te várgat. Viszelnek ki már. Szerinted jó lesz? Azért lopok belül. Tízi tárbi loptam, két centet. Én nem vetkőzöm, mert jó időben, tessék, meleg már vetkőzik. Van. Tico Pello, szuper! Szerintem kevel a legegyre, szerintem, mert már meg csak kurszítom a... De finom, Jani, szerintem kicsit meleg, de... Fűszeres. Fűszeres. Van ebben minden. Fő kanál is. Szuper jó szerintem. Tico Pello. Ja, hát ha valakinek valami hiányzik, majd... Hát kezd bele, Jani. Hát az új rotyog. Hogy? Mint az én belem, bab után. Szuper jó. Azért Tibor már nem is mondta semmi. Holában nem kell. Szóval ennyit a bográs főzésről. Ez már... Úgy. Hungarisan.